Dübörög a rockzene, felvillannak a fények, és előkerül az a bizonyos baboskendő. Majd megszólal egy régi, ismerős, rekettes hang. Egyszerre repít a múltba és a jövőbe, hiszen Magyarországon a Beatrice zenekar örök. Feru mindig jókedélyű, és igyekszik hű maradni önmagához. Akár a színpad, akár a zsűriszék szólítja. Én mindig saját magamat adom. Sőt, még a zsűritársaim is azt mondták, milyen érdekes, hogy én ugyanúgy viselkedek a színpadon, mint ahogy velük az öltözőben. Csak mondom, hogy nem szeretek máshogy. Tehát most fölmegyünk a tévében, kicsit azért másabb vagy. Nem igaz, hogy nem teszel magadra valamiféle állarcot. Nem vagy annyira szókimondó, megpróbálod nem megbántani a versenyzőt. Tehát azért ott az ember visszavesz egy picit, hiszen egy kollégámról van szó, aki zenész. És azt meg kell becsülni valahogy. Ha nagyon rossz, akkor is. Az 1971 óta Nagy Feróval az élen működő Beatrice zenekar napjainkban is nagy érdeklődésnek örvend. Az évek múlnak, de a zenekar lelkesedése mit sem változik. Így nagy örömmel léptek színpadra a Szegedi Jate klubban is, ahol hatalmas tömeg várta őket. A zenekar tagjai élvezik a színpadi létet, és dalaik által megszólítják a lelkes közönséget. A hozzászólásom az nagyjából mindig ugyanaz. A dalokat szoktam cserélgetni. Tehát, hogyha egy kis klubban játszunk, akkor nagyon sok régi dalt játszunk. És legutóbb is a Barba Negrában játszottunk, és az első 60 perc az csak 40 éves dalokról szólt. A közönség nagyon élvezte, én egy kicsit le is döbbentem tőle, hogy ami számomra azt mondhatnám, hogy egy kicsit nekik ismeretlen, de azt, hogy végig énekelték. Úgyhogy egy nagyon jó bulit játszottunk, mert én rájöttem, hogy azok a 1978-79-80 a zenék a mai napig működnek.